kulcsot. Az már ő van. Tavaly november 9-éhez az életnapjához kapcsolódva a 10 millió fa országos mozgalom részeként közel 30 facsemetét ültettek önkéntesek. Ők a koronavírus járvány időszakában sem tétlenkedtek. 10 millió fa az azért jött létre, hogy fákat ültessen elsődlegesen, és abból a célból, hogy a levegő szén-dioxid tartalmát megkösse, és ezáltal a felmelegedést, a klímakatasztrófát azt elhárítsa. A koronavírus olyan szempontból közbeszólt ebbe a dologba, hogy most ilyen megmozdulásokat, ilyen csoportos ültetéseket nem tudunk csinálni, tehát mindenki az otthonában van zárva, de azért kellene valamit tenni. Tehát, hogy azért van ennek a közösségnek azért tenni akarása, és van egy energia, ami azért most szabadon van, nincsen lekötve. Nem mindenkinek van arra lehetősége, hogy fát ültessen, mondjuk panelban lakik, vagy egyéb okok miatt, de mindenkinek van lehetősége, hogy egy kis életet adjon ezáltal, hogy akár egy kis virágot, vagy valami kis fűszernövény, vagy bármit ültessen. A közösségi felületeken elterjedt az önkéntes karanténban maradt személyek között a kihívások szervezése. A 10 millió fa tagjai is arra kérték a követőket, hogy ültessenek valamit, akár az otthonukba is. A fűfa virág elnevezésű virtuális kihívást azzal a céllal indították, hogy az otthonmaradás időszakában a földi klíma gyógyulásáért és a bizonytalan helyzet okozta lehetséges szorongások kezeléséért tegyenek. Talán annyi plusz van benne, hogy azon felül, hogy szórakozunk, azért mégiscsak tényleg valami kis életre létrejön, és ez egy ilyen jó dolog, én úgy gondolom. Az embernek a mentális állapotát azt nagyon jól tudja így karban tartani, főleg ha valakinek mondjuk van családi háza, meg van családja, akkor ez lehet egy családi kis közösségi program is, az, hogy most akkor valami kis veteményes, vagy kis virágost rendez az ember, vagy a balkonban valami kis növénykét ottan nevelget, akkor azt a kisgyerekkel lehet ott nézegetni, vagy csak úgy az ember saját maga is tud ebben gyönyörködni. Illetve van egy másik fontos része is, talán ez egy fontosabb, hogy a nagyon nagy probléma a biodiverzitásnak a szűkülése, és ez egy eszköz, ez egy érvényes eszköz arra, hogy a biodiverzitást azt így növeljük, hogy ugye nem egy előírt módon ültetnek, már olyan szempontból nincsenek előírva azok a fajok, amiket ültetgetünk, fűfavirág fajok, és ebből a sok kis élőlényből azért kialakul egy ilyen kis biodiverzitás, ami mondjuk, ha virágokat ültetünk, akkor a méhecskék oda tudnak menni, vagy más beporzó rovarok oda tudnak menni. Tehát a természetnek is ez egy nagyon jó kis dolog, ez egy nagyon jó kis segítség. Ugye ez egy alulról szerveződő dolog, egy alulról szerveződő kezdeményezés, és most én úgy gondolom, hogy ennek a legfontosabb ilyen kohéziós eszköze az maga a közösségi média. Egy ilyen kihívás trend van most a közösségi médiában, hogy én mondjuk posztolok magamról egy ilyen ültetést, és akkor meg tudom ott jelölni az embereket, hogy akkor ők is tegyenek ilyet, és akkor ez így kvázi mint egy virági kinyílik. Nincsen ennek most határideje, hogy ez meddig tart. Nincsen az behatárolva, hogy kivel ebben részt. Tehát ez egy rendkívül nyitott dolog, ez inkább a játékossága miatt van így. Ameddig így jól esik a dolog, meg ameddig lehet ezt csinálni, tehát hogy nyilván nem lehet a végtelenség ültetgetni, majd annak megvannak az ilyen időjárási korlátai. És hát nagyon reméljük, hogy ősszel már igazi faültetéseket tudunk majd végrehajtani. Több konkrét tervük is van arra az időszakra, amikor már lehet gyülekezni, különböző programokat szervezni. Van olyan elképzelésünk, hogy azok a magoncok, csemeték, amik itt a Bonyhádon, az ifjúsági parkban, vagy más ilyen fás területeken, városon belül fás parkos területeken sokszor
mondjuk egy ilyen bozótirtás alkalmával kivágásra kerülnek. Van egy olyan kezdeménye, vagy olyan elképzelésünk, hogy ezeket a magoncokat, hogy kimentsük, és akkor ezeket a későbbiekben tulajdonképpen ingyen kis csemeteként föl tudjuk használni, és tudunk belőle ültetni. Ezt szeretnénk idén mindenképpen elindítani. A 10 millió fások idén tavasszal 22 ezer fiatal fát ültettek el, főként magánkertekben. A mára több mint 50 ezer követőt számáló közösség még a vírus előtt tette magasra a lécet, idén 150 ezer fa elültetése a cél.